kampusztünk. Jó, akkor így figyeljenek a szardírják. Zsolti! Az egy biztos pont. Zsolti! Oké, okay. Így lesz. Hazajárulsz ellen? Nem! Nem? Nem! Én nem vagyok itt. Maga nincs itt? Nem. Csak lélekben. Csak lélekben? Nem is kell. Álljon meg! Nem lehet. Elnézést. Szólj hozzá. Csak az ügyvédem jelenlétében. Csoda. Csak az ügyvéd. Uh-huh. Akkor te nem a túlvilágról jöttél te? Dehogy ne. Egészen Szardíniára. Nagyon érdekes angol darabról van szó, ami egy színházban játszódik, ami azt hiszem, hogy a nem színházba szokott embernek, tehát a közönségnek mindenképpen egy nagyon izgalmas dolog belelátni a próbákba, a kulisszákba, hogyan is zajlanak a próbák, hogyan dolgozik a rendező, a kellékes, a súgó, mi a dolga például ezeknek az embereknek. De nagyon érdekes, hiszen az első felvonásban egy próbát látunk, amikor a rendező, akit én játszom, többször is leállítja a darabot, egyre kétségbe esettebben próbál küzdeni a holnapi premier sikeréért. Serács! Seriasztó! Föl kellene ezeket jelenteni felbújtásért. Hát hová jutottam? Én? Annak idején? Amikor én bankokhoz vagyok szokva, aranyrudak a páncélteremben. Hát ez nem is ház, ez egy kis viskó az erdő szélén. Na, hát itt az én legjobb barátom, a viszki. Egy. Szerzdon vagyok, egy remek színész, aki komoly alkohol és komoly szöveg problémákkal küzd, nem csak ebben az előadásban. És én játszom az öreg betörőt, aki a nyugdíjkiegészítés véget betör többek között ebbe a házba is, ami az Ádám kosztüm című fergeteges vígjáték helyszíne. Nem mindig jövök jókor, nem mindig mondok jó szöveget, viszont mindig jókor húzom meg a viszkit, és ebből aztán sok-sok kalabaika születik az előadás során, úgyhogy mindenkinek nagyon javaslom, hogy jöjjön el. Amikor én bankokhoz vagyok szokva, aranyrudak a páncélteremben. Hová jutottam? Ez nem is ház, ez egy kis viskó az erdő szél. De menjen is rád. Jó. Élmény lesz a sajtófotózás. Itt nálunk mindig minden tökéletesen paranormális. Szóval, hogy esetleg valami dematerializálódik. Ez odébb repült? Odébb repült? Ó, dehogy is, drágám. Maga nem látja? Az elég érdekes. Akkor lesz jó a darab, hogyha nagyon pontosan és jól játsszuk. Minden darab akkor jó, de ez kivételesen igaz erre a darabra, mert úgy írta meg a szerző, hogy nem csak a szöveget írta meg, hanem a szöveghez nagyon pontos instrukciókat írt. A darabban van 8 ajtó. Ezen kibejárkálunk, össze-vissza beszélünk, úgy tűnik, de ezek nem össze-vissza dolgok, ezek mind le vannak pontosítva. Ezt mind meg kell csinálni, akkor lesz élvezhető a néző számára is, meg aztán mi is majd elkezdjük egyszer élvezni, ha már tudunk mindent, mikor jövök, miért jövök, hogy jövök be. Hát a ritmusra nagyon kell, tehát végszóra kell történnie mindennek, így van. Tehát picit olyan, mint egy kotta. Tehát itt nem nagyon lehet hibázni. Meg hát egy bohózat, 3 felvonásban ugye, nagyon fontos az, hogy amit mondtál, hogy ritmus, tehát az, hogy itt, tehát hogyha lukak vannak benne, akkor már a nézőnek a figyelme már kezd lankadni, és akkor nem tud úgy figyelni. És hát ezt fel kell pörgetni, nekünk a 3. felvonás lesz majd a csúcsa az egésznek. Jó
Igen, ma. Pszt, jönnek. Minden rendben van. Na, folytassuk, 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 add a kezébe a végét, folytassuk. Leheg. Én rosszul vagyok! Ez tiszta őrület. Színész kollégáimmal, amikor beszélgettem az elmúlt évtizedekben, akik sokat rendeztek, mindenki azt mondta, hogy majd, ha egyszer rendezni fogsz, akkor meglátod, hogy milyen szörnyű dolog az. A rendező egy időn túl már nem felel az előadásért. Magáért, a bemutatóért természetesen igen, és utána a színészek átveszik a parancsnokságot. Nem azt mondom, hogy azt csinálnak, amit akarnak, de hát nagyon nehéz azt már kordában tartani. Ebben a darabban is ez a probléma, hogy addig még csak-csak a rendező kezében van a dolog, amíg próbálunk, amíg a bemutató elérkezik, aztán amikor már a sokadik előadás van, hát, hogy szokták ezt mondani, elszabadul a pokol, és onnantól a rendezőnek már nincs ráhatása, illetve a végén, a harmadik felvonásban próbálja menteni a, hát tulajdonképpen akkor már menthetetlen, szétesett előadást, úgyhogy hát ez egy ilyen kétségbeesett próbálkozás a rendező részéről. Fogadjunk, hogy tűnik. Viszont akkor meg kell csinálni még egyszer. Az én figurámmal sok minden történik, nem csak az, hogy leesik a nadrágja, hanem orvérzése van, hozzáragadnak a tárgyak. Szívem! Jaj! Ha nem fekszünk le, akkor kitakarítom a manzárdot, jó? Hogy feküdjek le? Hozzáragadtam az adóhátralékhoz. Nem akarod letenni azt a szardiniát? Jó, drágám, ne bohóckodj! Mi hát a szardiniához is hozzáragadtam? Jó, ne bohóckodj, jó? Keresd meg a méreg feliratú versét a lenti fürdőszobában. Szívem, az lemadni. Hát van olyan, hogy az ember ragaszkodik a formaságokhoz. Hát azért ez egy vicc. Hiszen ez egy vígjáték. Méghozzá egy inkább bohózat felé hajló vígjáték, amit a helyzet komikumok meg a gegek tesznek igazán vígjátékká. Tehát ezen belül azért kijöhet az ember egyénisége. Ez a szatír! Ez ugye igazából két szerep. Mert egyik szerep, amikor maga a színészt, hiszen egy próbafolyamatot látunk. Az első felvonásban látunk egy főpróbát. Színészek, egy angol társulat próbál egy darabot, és főpróbán vagyunk. A másik felvonásban látjuk ugyanezt a darabot, de már előadás szinten nem a bemutatót, hanem eltelt 6-7. Tehát ki tudja, hogy egyik előadást látjuk. Ezt viszont hátulról látjuk. Ugye? Na! Ugye? Na így értem. De a közösség fogja érteni, hogy villan a szemed, reppen az ujjad. Csak annyit kell mondani, mi az apa? Csak ennyi, semmi már. Ezt nevezik szín művészetnek. Remélem sikerült távlatokba helyeznem ezt a mondatot. Mi az apa? Jó? Jó, hát persze. Jó mix ez az előadás, hát először is a önmagában az, hogy belelátunk a kulisszák mögé, belátunk a színészek világában, ez nagyon sok mulatságos, főleg aki nem szokta meg, annak egy nagyon mulatságos dolgokat szül, aztán hát a helyzetkomikumok mindenképpen, a figurák eléggé parodisztikusak, hogy úgy mondjam, a rendezőt is azért nem így kell elképzelni az életben, ahogy itt majd én fogom játszani, kicsit úgy az eszenciáját, kicsit úgy a pandanyját, ahogy szokták mondani, a paródiáját kell ilyen játszani, és talán pont ebben rejlik a humora. És aztán az egész összekeveredik, nem csak a színdarab keveredik össze, hanem a műfajok is, és a végén már tényleg a burleszkig, a fergeteges komédiáig eljut a darab. Hol a cuccod? Az előbb itt volt, most meg hol van? Nem tudom, én betettem a hálószobába, de... Beteszem megint! Ah! Nehogy bemenj! A doboz? Mind a kettő eltűnt. Úristen! A dosszié! Hova mész, Mrs. Clarkett? Úristen! Mrs. Clarkett!
A színészbeli énem, mert az Gerinek hívják, ő egy kicsit ilyen butuska színész, az egyik fő férfi színésze a társulatnak. Kicsit butuska, nehezen ért meg dolgokat, és a darabban játszott figura, az pedig Rogernek hívják, ő egy ingatlan ügynök, aki bemutatja a lakásokat az ügyfeleknek, és hát az egyik legnagyobb élvezete ebben, hogy csajokat visz föl az üres lakásba, és ott szeretne velük bármit kezdeni. Na most itt aztán majd ez mindenféle nehézségbe fog ütközni. Várnak itt, jó? Nem, annyi mindent mondanak az ilyen régi házban. Igen, de ez az utolsó, aki föl van újítva, érted? Nem megy. Gyere, most tolt le, idióta. Igen, de... Ez? Be oda, az utolsó szög. Jó, jó, de rám öltöz föl! Na jó, jó, akkor vagy én, jó? Hogy legyek én? Jó. Jó, de aztán tépjük innen. Nincs fárasztóbb. Minél? A gyugdíjnál. Hogy? Minél? A gyugdíjnál. Nem véletlen mondják, hogy nincs fárasztóbb. Köszönöm. Köszönöm, Popi. Ropi, soha kiszállunk, leállunk, igen, még egyszer. Főpróba, hétfőn premier, aztán megyünk vele Vácra, mert hogy a Váci Színházzal, Dunakanyar Színházzal közös produkció. Mit mond? Incsiklandó! Egy tányér incsiklandó! De mi? Csak egyszer bírjuk végig menni Ajtóstól, meg Szardíniástól. Ilyen kegyetlen sújtásodra én felkészülve nem voltam! Isten! Mivel szolgáltam én ismét a te pusztító haragodra? Megváltozik a mi egymáshoz való viszonyunk, de ott Isten. Már egy-két gyávoltalan gyermek is jelenteti a boldogságot. Nem az én méhemnek születei ezen szeretetemre frissülő erőkkel szorulók, de mintha ezerszeresen azok lennének. Mi más jelentet ez? Mint hogy az ember visszanyerte Istentől az ő teljes szabadságát. Nincs többé felette Istennek törvénye, mert Isten
annak védelméről lemondott. Felmászik én rám, lehúz engemet magához, lovagol rajtam, senkelelemesen, paripa én nálam nincsen. Szaladok előle, szaladok utána, minden bukat elfelejtem. Még elfáradni is elfelejtek, bohózkodom én, öreg majom, csak, jaj, csak csilingeljen az én fülemnek az a kicsit harangvirát. Sos sikerül megkacagtatnom. Én nálam nagyobb győztesnek a nagy Hunyadi János sem érezhettem után. Másik gyermekem, nagyocska már. Petlen Sámuel uramnak Sámuelje. Midőn édesanyja elvaldán magamhoz kérettem, s küldöttem nagyenyedre, professzor Ajtai Mihály kezei alá. Bizony nem gondoltam volna, hogy mély nagy végságomra fog szolgálni kamasszás jelvőbén a döntött gyerekünk. Oly édes szavammal! Hát olyan varázslatos szónok lesz belőle, hogy hetet-hét országból jönnek a csodájára. Köszönöm Istenem, hogy magadhoz vetted az én legkedvesebb gyermekemet! Köszönöm, hogy elvetted a gyermekemet, ki az én életemnek napsugárja volt. Ki az által az emberre parancsolt igazítnek bástyájává nőtt volna, ki gyönyörűséges volt. Ki a maga fényével bearanyozta a földet, köszönöm. Eldöntöttem. Mégis. Mindennek ellenére boldog leszek én még ebben a földi életben. Elvétettek a gyermekeim, megtalálom én azokat, kiknek anyára védelemre van szükség, és szükségem van rájuk. Legalább annyira, amennyire nekik van szükségük én. Ki nem hallgattál meg engedett időn az én méherből szakadottak megsegítésekért könyörögtem te hozzád, hogy figyelmezz legalább most az én szóra. Soha életemben igényítettem. A világot én mindig szerettem, de fák szépségének, meg hegyek szépségének, volt füvek szépségének, mint a ma örültem volna először. Nem csodálatos, hogy mi különbözőek lehetnek ugyanazon fának hajtások. Kihúztad én, Istenem, a tüskéket az én lelkemből. Emlékezzem majdan vissza ébredésem egy nyugodt, szelíd, csodálatos napjára, mint a csak szépséges állam. Mit ér minden, a te törvényeid, az én törvényeim? Igazold magad én előttem, mindenható Isten, hogy én is igazolhassam magam te előtted. Bűnösnek akarom érezni magamat, hogy büntetésedbe belenyugodhassak. Az utolsó komoly irodalmi értékű önéletírás szerzője és egyúttal a nemzeti szellemű kegyességirány utolsó jelentős képviselője, a nagykancellár unokahúga Bethlen Kata volt. Atyának Bethlen Sámuel kükülői főispánnak, az Enyedi Kollégium világi kurátorának a házában az átlagosnál magasabb műveltséget szerzett és örökölte tőle a közművelődésre áldozó szociális érzéket is. Élete a református vallásért való küzdelemben telt el attól kezdve, hogy 17 éves korában anyja soha eléggé meg nem siratható keserves házasságra vallásán kívül valóhoz, mostoha testvéréhez, gróf Haller Lászlóhoz kényszerítette.
Férje, családja és a térítő papok mindent megtettek, hogy a fiatal nagyasszonyt áttérítsék, és zaklatásaik Haller halála után sem szűntek meg. Mikor újra férjhez ment, a nálánál jóval idősebb református Teleki Józsefhez, Teleki Mihály kancellár fiához, az önéletíró fivéréhez, a Haller família perrel, erőszakkal elragadta tőle első házasságából élve maradt gyermekeit, nehogy anyjuk elidegeníthesse őket a katolikus vallástól. A szívében és lelkében megsebzett anya keserűségét növelte, második házasságából született, és az ő hitét valló gyermekeinek korai elhunyta, és végül betetőzte Teleki halála. Hévízi és Sorostéi birtokain, Fogarasi udvarházában élete ettől kezdve özvegységben, árvaságban telt el. A Teleki családdal folytatott örökösödési perek és a gyakori hosszas betegeskedések közepette. Hogy annyi szép dicsérő szókat onnan szedett elő. Kedvem lett volna tényleg megölni, csak hogy folytathassak. Nagy gyerek lettem én is. Mindenkit meglep, hogy én milyen bolondos lettem.